lassan hazatalálunk mind, mint ludak az esteli tarlók, vagy az elmaradt nyáj barmai. A bíbor piros ég alatt hazamennek, árnyaink is így húznak el, az elsüllyedt gyermekkori táj kinyílt kapuján belépve. A tornác küszöbén leülünk, gondul a kései harangszó, csuprunkban csobog a vacsora tej. Csöndben elalszunk, kötényében az éj becipel majd, az örök szállás. Jó puha, jó puha, takarója alá. Ilyenként létezel, jégszoklott faragsz. Megszokás ihlete bánat jár ideben, menekvése koldus, témperkő idegen. Lelkedben lüktetek, mégis kívül maradsz. Tudom, s már nem vitatom, mert jó így. Vágyfosztott mámorú tépet fájú űr, szövetén csendfonó éjszaka az úr, végső széthullásunkra a gyógyító hír. A gyermek, mint alkotó eredet, nem más, mint a költészetet elindító folyamatnak a finomsága, gyermeki érzelme és indulata a költészetben, ami az anyából, az anyai szeretetből kiinduló, a földi, testi, lelki szerelmen átvonuló, tehát felnőttkori, majd a hazatalálás, illetve az élet végéhez közeledés szempontjából pedig olyan áramlásban vesz részt, amely az Isten felé nyílik ki. Az idősödés sem olyan, mint az őszi fa levél lehullása, vagy sárgulása, vagy barulása, hanem valójában érés. Érés és hazatalálás. Szinte majdnem ugyanoda, ahonnan elindult. Itt ül a költő, a híró, akinek a szemléletmódjába mindez beleillik. Még annyira beleillik, hogy ennek kapcsán szinte egy láncra föl tudtuk fűzni ezeket a gyöngyszemeket. Gyöngyszemeknek nevezzük most az ő verseit. Kedves barátunk Budapestről jött Szegedre, tehát Magyarországról Magyarországra, mégis olyan hozománya van a Dél-Alföld számára, amire érdemes odafigyelni. Költészettörténeti beágyazottsága pedig most teljesen nyilvánvalóvá válik. Kérem, hogy mondjon magáról, én mondom. Önnek van, aki így szólít. Általános iskolában tanítottam jó sokáig, 35 évig, informatikát, matematikát, technikát. Írni egy olyan 7 éve írok verseket, úgy minden nap nagyjából, tehát rengeteget. 90-ben megjelent egy mesekönyvem. Már fölmerülnek ezek a dolgok, amit álmodtam oda, de akkor még nem volt ez tudatos. Ilyen gyerekkoromban nagyon sokáig jártam templomba, 13 éves koromig, még 2-ben is. Aztán valahogy ez alábbhagyott, de annak az emléke jött vissza abban a mesekönyvben, és utána én ezt teljesen elfelejtettem. Valahogy így találok lassan vissza a gondolatot, ami már nem az eredeti gyerekes istenhit, ami akkor volt, hanem valami más. Végeztem egy pszichológiai kurzust is nem régen, és ott azt tanultuk, hogy a gyerek patológiája az a szülő patológiája. Ez egy olyan szép mondat, hogy egy kérdés nincs, tehát ezt kellett ugye végig játszanom. Ez az egyik magamról. A másikat nem lőném le. A férfi ember az nem normális. Tesztoszteron vagy én nem tudom, és észrevettem sokszor, hogy írok egy verset egy szerelmemhez, és akkor visszaolvasom, nem tudom. Már bizonytalan vagyok. Közben már változik, ahogy átnézem, már írolvasom, és a végén kiderül, hogy lehet, hogy az édesanyámról szól, és lehet, hogy egy imádság.
A mostani találkozónak a címe Szülém, szerelme, Istenem. Tehát szinte képletszerűen, sűrítetten ez a három szó tartalmazza azt a költészeti belső párhuzamot és rejtett áramlatot, ami a költészetet valamilyen módon dinamizálja. Hogyan dinamizálja? Érzelmi alapon dinamizálja. Ha tudományosan fogalmaznám, akkor azt lehetne mondani, hogy itt elhangzott a fejtegetésben, hogy a gyermek a patológiája a szülőkre mutat vissza. Aki megszületik erre a földre, tele reménnyel és lehetőséggel, egy biopszichoszociális kötöttség rendszerbe képzelheti csak el magát, abba kerül be. Tehát először ezt nem tudja. Nyitottan, szépen szeretnek élni. Gyermek voltam, elkezdtem egy kicsit úgy élni, mint gyermek, aztán felnőtté váltam, de közben a kamaszkor olyan volt, mintha egy lépcsőn zuhantam volna, ahol leszakadt még a korlát is. Aztán kimenekültem az utcára és felnőtt lettem, és amikor felnőtt lettem, akkor pedig sok mindent megpróbáltam, és ahogy mentem, mindig beszakadt alattam a jég, és mentem tovább. Igyekeztem olyan helyen menni, ahol nincsen víz, és nem fogy meg, nem lett belőle jég. Felnőttként élni. Azonban, amikor fáradtnak érzem magam, akkor kénytelen vagyok lelki hazát keresni, és lelki hazát pedig belül képíteni. Bárdosi Német János Hazatérés című versét olvasom föl. Lassan hazatalálunk mind, mint ludak az esti tarlón, vagy mint elmaradt nyáj barmai a bíbor piros ég alatt. Árnyaink is így húznak el. Az elsüllyedt gyermekkori táj kinyílt kapuján belépve, a tornász küszöbén leülünk, kondul a kései harangszó. Csuprumba csobog a vacsoratej, csöndben elalszunk. A kötényben az éj becipel majd az örök szállás, jó, puha, takarója alá. Miért van az, hogy a felismerésnek a jellege akkor jöhet el megint, amikor érési idő van, és akkor pedig nagyon erős reményteli kiterjedésű, amikor a gyerekkor van. Itt a költő válaszol. Verset látom. Az leszel örökké. Földet érés a lehulló hóban. Hagyjá köddé olvadóban. Féltés megtagadott szóban. Szomjúság perzselő homokban. Azzá váltál széllé. Álom képzelt ébredésben, hazugság vágyban, tévedésben, kétség nyitva hagyott térben, remény szorító kétségben, azzá váltál kéjé. Ablak kihűlt otthonomban, szándék sóvárgásaimban, mély kék égre rajzolt holdban, táltos vár csillagfénypatkóban, azzá váltál, éjjé. Felismerés hajnal szőtte álcán, harmadcsepp tépet jövőm ráncán, bánatomnak rozsdásodó láncán, mosoly, mindenség állatszán, az leszel örökké. Valami valahol elveszik. Valami valameddig tart. És ugyanakkor a kérdés az, hogy az ember személyisége belül képes-e újra termelni magának. Az örökre elveszettségnek az érzése nyilván a költészetben, adott esetben egy-egy költő számára óriási energiát ad ahhoz, hogy a lét kilátástalanságát érzékeltesse, és ezzel egy közös sorsot mutat. Szinte minden egyes emberrel. A vágy arra vonatkozóan, hogy önmagát találja meg az ember, de önmagát, ha nagyon megtalálja, akkor magányban marad. Kérdés az, hogy a önmagát kereső ember hogyan tudja azt a világát úgy megcselekedni, hogy a cselekvő szeretettel átkapcsolódjon a másik emberre. Szülém, szerelmem, Istenem, kapcsolódási pontjain
egy erős ösztönélettani, egy erős önmegvalósítási és egy erős dinamika van, amivel a keresés, adott esetben az Isten keresés pontjai rettenetes erővel világítanak. És tájékoztatják a kereső szemét arról, hogy arra menjen, ahol nem csak világít valami, hanem ahol melegség sugárzik. Nem az ész, hanem a szív. A szívbéliség abban való elmélyülés szeretet típusa, szeretet formája élteti. Maga a költészetnek az érzelmi, nem ám háttere, az érzelmi jellege, nem ám jellege, önmagában a költészet érzelmi, metaforikus, szimbolikus jelentésű nyelvi művészet, éppen ezért a benne működő érzelem, akár érzem hullámzás, rendkívül erősen mélyíti el az emberi érzést, amikor a költő ebben elmélyül és létrehozza a műalkotását. Akkor szinte úgy csinálja, úgy teszi, hogy érzékelteti, hogy a másik is te vagy. Tehát kommunikálni szeretne, válaszokra vár, válaszlehetőségeket rejt el önben, aki olvassa a verset. Minden szerelem egyszer magánnyá érik. Mindig kapunk segítséget valahol. Amikor megszületünk, az édesanyánk törődik velünk, a szüleink. Aztán megyünk tovább, aztán lesz, ugye a céljaink vannak, munkahelyek, tehát még mindig valahol van az ember, mindig segítséget kap. Nekem ezt jelenti Isten. Keresésben hiszek. A befelé fordulást az, ahol megtalálok valami olyat, ami magasabb, mint a hétköznapom. Beleszövődtél. Beleszövődtél hétköznapjaim ideges kapkodásaiba. Hozzám nőttél éjszakák hajnalos, lázálmos sóvárgásaiba. Megmártóztál örök létes mézillatú vágyban, árnyékod itt feledett hiány a magányban. Kilincs mozdulata rejt, lidérces képzelgésbe ejt. Nem létsimítás az arcon, lázongás egy törvénytelen sarcon. Vándor vagyok, el nem induló, felsepert szírom, szél ellen forduló. Nem jön már se hajnal, se ébredő álom, csillag éjszakáim, csend dallammá hálom. A személyiségem belül szinte a kumulatív hatással sűrűsödnek össze a érzelmi hőfokon átélt élmények, szerelmi élmények. És ezek szinte személytől függetlenül is képesek nyaládikusan szinte tömörülni, egy érzelmi sugárnyalábbá válni az ember személyiségében, és értető elemmé, dinamizáló elemmé válnak a sorsát is illetően. És ez a szerelem akkor is, ha nincs jelen, felejthetetlen pont. De úgy szokták mondani, hogy felejthetetlen nyomokat hagy. Figyeljük meg a Szolai László költészetében, hogy ez a sűrített pont hogyan villódzik, hogyan lobban be az emlék. Talán jobb lenne, ha halálosan olvasnál fel ezt a verset. Mocos hajad illatát, mocos hajad sejmes, mézédes illatát, szád, zsörögtől puszált, oly jól ismert szagát, elviszem a titkot messzire magammal. Nem marasztalhatlak átokvágy szavammal. Átvirasztott hajnal, éber éjszakáink, lepedőtlen, mocskos, bevetetlen ágyunk, ledőlt virágcserép, poros ablakpárkány, fején fölött úszó, színes papírsárkány. Gyermekek játszanak fagyos dekóban, elmondanám csak pár ügyetlen szóban. Mit jelent egy elnyűtt, végtelen, hosszú év? Mi az, mivel fájó éjeken túl felérsz?
nem látok már semmit. Nem látok már beléd, mint ahogyan akkor úgy szaladtam feléd lemenő nap fényes illatpárájában. Eltakar, elbújtat egy régen volt mában. Az erdei tisztás, mivé akkor váltál, itt rény, itt, fűtenger emlékező hátán. Életet tavába, jaj, hogy hajítanám, keltek alján titkon félve lopott rózsám. Feltámadás sorsban vakvettekbe hisznek, mint csak árván alatt létükért reszkednek. Soha ki nem mondott, visszhangzó néma szó. Látnálak még egyszer, de felhőben kinyúszó. A költő, mint terapeuta, mit mond erről? Elveszett egyensúly keresésének szelleméből, vagy gyakorlatából fakad, hogy cselekvő kell, hogy legyen a szeretet és a szerelem. A szerelem rátalálás. A szeretet megtalálás. Nem lehorgonyzás, mert fejlődik állandóan, és szinte újabb-újabb forrásokat tár föl. Most éppen ezért olvasom föl a költő Áldás Osztón című versét. Hogy érzékelhessük által, hogy a szerelem az egy belső élmény, de a külső világ, emberi világunknak a megosztottsága, hogy látjuk a környezetünket, benne élünk annak a diszharmóniájába, harmóniájába, az átvetődik a személyiségbe, és magával húzza az érzéseket belülre, és belül a külső és belső egyszer csak hihetetlenül össze tud játszani bennünk, és áldásosztó módon működik. Szalai László, áldásosztón. Áldásosztón megy a nyár, fagyhalállal jön a tél, minden lét, jaj, elvetél. Befagyató a tanyán, levél, hajtás, ág, madár, elhull minden, ami él, rögtént alszik, már nem fél. Nyárfáinkon egy sincs már. Halott szíven még dobban, szerelemláng fellobban, emlékként egy álmot él, kályhás, meleg otthonunk, elmúlással alkuszunk, oly rég már, hogy elmentél. Megkérem a látszőzet. Szalai László, anyám búcsúztató. Ha fázom, mondd, azt jelenti, nem vagy itt? Vallani szerelmet, de megnémult a hit. Tudni akarom, mit ember nem ismer. Az utat, melyen indulni együgyű nem mer. Sötét a nappal, vért bűnöm öntudatlan. Hazug a szó, ismétlem szakadatlan. Nincs szótáramban jel, hozzád hasonló. Álom, lemondás, félsz, vágy, útra való? Elkéstél a kérdéssel. Tudom, féltél, szemembe jelentést adon, nem néztél. Értem-e, indulok-e, könnyeim igazak-e? Áldás a faj, mondta. Lásd, Isten hírnöke. Aztán csak a sós, eső mosta árkok arcod bőrén, álmodó valóságvirágok vérgyűlt cseppje, felekkető emlék. Széthulló életed, mámorító mellék. Amikor az ember önmagában bolyog és veszít állandóan, és úgy érzi, hogy tényleg reped alatta a jég, ahogy elején kezdtem mondani, tovább lép, és útból elreped egy jégréteg, akkor
Nyilván keresi a szilárd talajt, de a szilárd talajt szinte erőszakosan akarja megalapítani magának is. Lebetonozott tájon akar sétálni, akkor ott nem lesznek fák. A szerelem nem azonos az erotikával, csak az erotikával, van benne erotika, tehát nem azonos azzal. A szerelem az egy lehetséges emelkedettségi állapot, de rettenetesen a földi talajon. Ruhátlanul fog megjelenni, teljesen mesztelenül és tisztán fog megjelenni, teljesen az eredethez méltóan fog megjelenni, akkor föl lehet ismerni. Akkor viszont fontos megtartani. Mindenkinek van egy saját hazaváros története, hogy szeretne azzá válni, amikor még gyermekkorában érezte azt a közeget, azt a melegséget, a szívének az útját, és hogyha letűnt volna. Valójában a Ödösszeusz története sem más, mint a hazatérésnek a hosszú története. Az a költészet, amit a Szalai László létrehozott, igazából metaforikusan nagyjából követés párzamai vannak a világköltészetnek a kereső magatartást tükröző vagy mutató motivumaival. A hazaváros történetszű verset felolvasom Szalai Lászlótól, és mindaz, amit eddig érintettünk, úgyis ott járkál most a tudatunkban, vetítsük csak rá nyugodtan erre a versre, és húzzunk ki belőle valamit a saját hazaváros történetünk szempontjából. Nem mindig róla van ám szó, hanem rólatok van szó. Szalai László, hazaváros történet. Láthatár íve napfény, italt csorgat óceán tükrében, hazatérni vágyon meregsz Ödüsszeusz, e tündöklő kékségben. Italát, mámorát, mint itta már, e hosszú mesében, otthont melegséget sejtett, hazatérőt, hajót, kedves a szemében. Megérte tán a sziklás csúcsokon csillanó álomlán, mit cserébe ígért ezernyi életsejtő tündöklő mesetánc? Réteg felett, fenyves rejtekében libbenő boszorkány, elillan, rút foga kivillan érintésé málló csalfalány, hajót száguldjon, hites társad vár, hisz nem sejti, álmai hűségébe vakhitté, reményé, szerelemmé fejti, mit szívedben hordozol, jaj, odaadásra rejti, mindazt, mi férfi lelked vágyként csalókitlengésbe ejti. Falevélként hullok a világra, ne taposs el csodabogárt. Sár mocsok tesz bennem kárt, szemem lassan kerekedik tágra. Tudnék tárni, haj szólni, inteni, de avarhálót terítenek ránk, az őszi fagy émébe ránt. Nem lesz, ki tévedésem kimenti. Elhagytam éltemet szülő fám, hogy most felhőszárnyat kapok. Ön sem lettem látott senki. Esténként gondolj majd rám.